amit tudni akarsz a gitározásról, de sosem merted megkérdezni. Ezzel a gondolattal hívták az érdeklődőket a Talentum gitáros napra szombaton. Léleknek talán egy kicsikét, egy kikapcsolódás, egy kis lélekemelés, egy kis barátkozás. Hát erről szólna ez a nap, és hát nyilván a gitárról. Hogyha azt mondom, hogy szeretnék hagyományt teremteni, akkor ez önmagában hordoz egy ellentmondást, mert ugye a hagyományt azt nem lehet teremteni, a hagyomány az vagy lesz valamiből, vagy nem lesz. Most ez az első alkalom, ez a gitáros találkozó, ami úgy önmagában teljesen spontán, teljesen véletlenszerűen alakult így. Tehát nem gondoltam, hogy ha valamit kellene csinálni, akkor most mi legyen az, hanem jöttek az emberek, ismerősök, megkerestek, hogy nincs valami klub, nincs valami, nem lesz tábor, vagy ilyesmi, és akkor ahogy beszélgettünk, azt mondtam, hogy hát figyelj, hogyha van kedved eljönni, akkor örömmel veszem, hogyha játszol itt nekünk valamit, akkor van itt egy hangszerkészítő, sőt most már két hangszerkészítő, a másik is megérkezett, aki gitárokat készít. Ő se úgy kezdett, hogy na most akkor elhatározta, hogy hangszerkészítő lesz, hanem először műbutor asztalosként, vagy ezt majd lehet, hogy ő elmeséli, butorkészítőnként, és akkor hogy mitől szólhat jobban egy gitár, elvitek hozzá egy hangszert javításra, és akkor elkezdett kísérletezni, aztán hihetetlen dolgokat művelt. Ott vannak egyébként a nagy teremben, meg lehet nézni, ki lehet próbálni ezeket a hangszereket. Nagymamámnál annak idején az üveges vitrinnek a tetején volt egy gitár. Ezt a keresztapám kapta a nagynénémtől, és még katona volt akkor, és sose használta igazából. Igazából fölkerült oda a vitrin tetejére, és akkor az évek múltak, szakadtak el rajta húrok végül, már csak 3 húr volt a gitáron, és akkor már fölláttam így a szekrény tetejét, és megkérdeztem, hogy az ott micsoda. És akkor mondták, hogy hát ez egy gitár, törölték róla a port, és akkor lefektettem, még olyan annyira kicsi voltam, hogy nem is tudtam ölbevenni rendesen, letettem magam mellé oda a heverőre, és akkor elkezdtem így pengetni a húrokat. És akkor az egy olyan érdekes élmény volt, amikor az ember megpenget egy hangot, akkor így, mintha így kinyílna a világ, vagy kinyílna a világnak egy olyan kis ajtaja, amin keresztül be lehet menni, és aztán ott el lehet barangolni egy életen keresztül. Hát valami ilyesmi, így történt. Egy kicsikét nehéz, mert ugye a számítógéppel kapcsolatban megszokták a gyerekek, hogy rákattintanak, és akkor kinyílnak a dolgok. Tehát ez nem annyira egyszerű, nem elég kattogtatni, gyakorolni is kell, tehát dolgozni kell vele. Hát én igazából gyűjtöm az embereket, mint ahogy erről szól igazából az életem is, hogy a hasonló gondolkodású, hasonló érzelemvilágú, zenéhez kötődő emberekkel tartom a kapcsolatot, hogyha valamilyen fórumon összetalálkozunk, akár az interneten, akár valamilyen koncerten vagy fesztiválon, akkor barátság, ismeretség kötődik, és akkor elkezdek gondolkozni rajta, hogy lehet ebből valami olyasmit. De ez még nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez lehet, hogy eddig még nem hangzott el, hogy a gyerekeknek, tehát a felnövekő nemzedéknek megmutatni valamit abból, amit mi megtaláltunk a világban. Tehát ez, hát mi már ugye a nagyok, felnőttecskék. A közös zenélés fontosságát hangsúlyozták a hétvégi rendezvényen. Aki kedvet érez, akár hangszeres tudás nélkül is, bekapcsolódhatott a közös munkába, gyakorlásba, bepillanthatott a gitározás műhely titkaiba is. Hogy készül, hogyan szól, mitől lesz jó? Hangszerbemutatóval várta Varga Csaba, faműves mester az érdeklődőket. Ez egy érdekes gitár, ennek nem kéne szólni igazából, mert olyan fából van. Alapvetően úgy építem a gitárokat, hogy kísérletezek a különböző faanyagokkal és azoknak a hangi tulajdonságaival. Ez a gitár konkrétan, ami a kezemben van, ez topolyafából készült.
Ez a topoly, ez a fekete nyár nevezetű fa, ami már kihaló félben van, mert árterületeken nőtt, és az árterületeket ugye lecsapolták, és az életterük nagyon leszűkült, ezért már nem vágható fa. Tehát csak meghalt, és már elhullott fákból lehet felhasználni anyagot. És mivel ez a kedvenc fám, úgy gondoltam, hogy készítek belőle egy gitárt. Na most ez a gitár, ez úgy készült, hogy mivel önmagában nem kéne szólnia ennek a fának, mert nem jó rezonáns tulajdonságai vannak a nyárfának, ezért kitaláltam egy akusztikus erősítést, ami olyan anyagokat kell elképzelni, amit így megfogunk a kezünkkel, megzörgetjük, az nagyon hangosan valamilyen hangot ad ki. Na most ebben nikecelek lettek beletéve, például a hungarocell az egy olyan anyag, amit hogyha megcsikarunk, akkor így felerősíti a hangot, és mondjuk ilyen eldobott üdítős dobozoknak az oldala, mert hogy az alumínium is nagyon jó, ugye még a trombita részhez hasonló vékonyságú alumínium, és ez szintén erősíti a hangot, és így szól. Igazából ez nem lóverseny, tehát nekem ez csak hobbi szinten működik a munkám mellett, és helyett sajnos. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha úgy nagyon ráállok, de munka mellett természetesen ugyanebbe az életvitelbe, akkor azért ilyen 2 hónap alatt mondjuk el tud készülni egy hangszer, de volt olyan, ami hosszabb, illetve rövidebb ideig készült. A gitárkészítés rejtelmein túl a megjelenésben is különleges gitárok hangjában rögtönzött előadáson gyönyörködhettek az érdeklődők, de a nap során számos koncerttel várták a látogatókat. A rendezvénnyel a Talentum iskola nem titkolt célja a tehetséggondozáson túl interaktív programok, illetve kurzusok, valamint nyári táborok szervezésével is ösztönözni a fiatalokat a közös zenélésre.